Kegyelemnékünk is békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Hozsanna, ki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent igét, amit írva van a Lukács szerint való evangélium 19. fejezetében, a 41-es verstől Istennek igéje. E vidám vasárnapon helyünket elfoglalva hallgassuk meg alázatos szívvel a Szentírást. Miután ezeket elmondotta, tovább haladt Jeruzsálem felé, mikor közelért Betfagéhoz és Betániához, az Olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta neki: menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamár csikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt: az Úrnak van szüksége rá. Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta néki. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái kérdezik tőlük: miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek: mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették az Jézushoz, felső ruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézus. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat, mikor pedig már közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Isten mindazokért, a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyekben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: mester, utasíts a rendekre tanítványaidat. De ő így válaszolt: mondom nektek, ha ezeket elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Isten tegye áldottá szívünkben az ige hallgatását, befogadását és kívánképpen való megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Legyen áldott a te szent neved, egyek nagy király, magasztalunk téged, ahogy az ének mondja, szálljunk tehát hozzád, dicsőség, dicséret. Urunk, valljuk, hogy e földi világot te tartod fent, te igazgatod, és a te atyai kezedből jö minden jó adomány és tökéletes ajándék. Engedd, Urunk, hogy mint királyunkhoz jöjjünk, aki meg tud védeni bennünket minden földi gyarlóságtól, minden ellenségtől, bosszúságtól, minden átoktól, nyomorúságtól. Légy, aki oltalmazunk, Urunk, különösen ezekben a nehéz időkben, te benned vettük a mi bizodalmunkat. Őrizd meg minket, áld meg őket. Urunk, adjad, hogy el ne fogjon a kenyerünk, adjad, hogy legyen áldott ünneplésünk, és lehet, hogy sok mindent el tud venni ez a világ, de a reménységet, az üdvösséget, a te szabadításodat, a hitnek drága valóságát engedjünk, hogy soha senki el ne vehesse. Áld meg minket, amikor szorongattatásban, próbában, Urunk, szenvedésben, szegénységben, háborúságban keresünk ma téged, mint királyú király. Csendesítsd el a rendetlenséget, csendesítsd el, Urunk, a háborúságot, minden a te szabadra figyeljen. Könyörgünk, ne hagyd bennünket magunkra. Légy oltalmazója a szegénynek, az özvegynek, az árvának. Légy mindjárt őriző pásztora. Vezess bennünket füves legelőre. Urunk, csordultig teljen meg az áldásoknak pohar. És Urunk, még nyomorúságunk pusztájában is, kérünk, teríts nekünk asztalt,
Urunk, áld meg a tieidet, Urunk, szárítsd el a könnyeket, hozd el a te dicsőségednek áldott országát. Adjad, hogy így rád figyelve, a te törvényeidben járva, a keskeny utat követve, amit a te igény szabott a mi számunkra. Urunk, áldást nyerjünk, így könyörgünk, áld meg a mi ünneplésünket is. Legyenek szentek, akik előtted ma megjelentek. Urunk, mindenki, gyermek és aggasság, férfi és nő, legyünk a te néped, az ígéreteknek a népe. Amen. Szeretett testvéreim, a legjobbakat kérünk, hogy vonuljanak ki a gyülekezeti terembe. Mi pedig, kedves testvéreim, igényhirdetésre készülve a 153-as dicséretünknek az első versét énekeljük. A 153-as dicséretünk első versét kezdődik. Itt van Isten köztünk. Katolikus egyház
Éves tárában csak pár sor lehet erről olvasni, és nem is nagyon van prédikáció. Így van ez a pravoszláv egyházban is. És amikor Németországban voltam, valamikor 2007-ben az ottani gyülekezet meghívása révén, akkor az egyik múzeumban láttam egy olyan érdekes kis platformot, aminek négy kereke volt rajta, egy szamár és a hátán ült Jézus Krisztus fából karakban, és elmondták, hogy amikor jött a virágosságnak, akkor az emberek kivonultak a templomból, és körmenetet végeztek ezen az ünnepen, végigvonultak szépen a város utcáin, és hozsonnáztak, meg énekeket énekeltek. Hát ennyi még megmaradt, hogy egy nagy felvonulás, és valószínű hozzátartozik ahhoz, hogy egy kicsit emocionálisan átéljék az emberek ezeket a dolgokat, de a legtöbb dolog az, hogy megjelennek az emberek barkával az Isten tiszteletre, és a legfontosabb dolog, hogy fel legyünk szerelve barkával nagyon sok ember számára, akár a pravoszlávoknál, akár a katolikus testvéreinknél ezt látni. A barkát ott használják, ahol nincs pálma, mert a pálma az annak a jelképe, hogy a győzteseket pálma ágon köszöntötték, és ez a győzelemnek volt a jele. Jézus úgy köszöntik, mint király és győztes. Hát nálunk barka lett belőle. És ugye elhozzák a hívek szombaton a templomba, az a szokás, tehát ez volt az ősi szokás, és akkor a pap megszenteli, és mindenki visz magával barkát. Ugye a világvasárnapon akkor ennyi maradt, hogy beszereztük ezt a dolgot, és mi már szekularizáltak vagyunk, ezért kevesebb babonával élünk ilyen szempontból. Mit jelent az, hogy szekularizált? Már annyira elkorcsosodtunk a városban, hogy már se a keresztény hagyományokat nem ismerjük, se a többi. Ilyen gyökértelenek vagyunk, most nem rossz indulatban, hanem olyan, mint a fák, amikor kivágják, ugyan, és elpusztul, vagyis el van magának a kis négyszer-négyes szobájába, és nem sok mindent fog fel ebből. Ha nem így van, akkor cáfoljatok meg, de kérdezzük meg a 20 éveseket, a 30 éveseket, vagy vajon ők mennyit értenek ebből az ünnepből, vagy mit jelent számukra ez az ünnep. De a babona az viszont nagyon sokszor él, lehet, hogy nem a református egyház azon belül, mert azért tett ez az egyház annak érdekében, hogy ezek a dolgok ne működjenek, ezek a babonás dolgok, de azért, hogyha az ember megáll és meghallgatja, akkor elmondják, hogy mire jó a barka. Hát először is, hogy jobban teremben a kert, nagyon sokszor bedugták a kertbe. Vannak vitatkozások, beszabad-e vinni a házba, vagy nem. Vannak, akik beviszik a házba, hogy a villám bele ne csapjon a házba. Van, aki nem viszi be a házba, hogy ne csapjon bele. Van, aki azt mondja, nem szabad bevinni a házba, mert akkor a tyúk nem fog akarni kotlani, és nem kerül a kiskékre. Van, aki meg szokta számolni, hogy hány ilyen hajtása van a barkának, mert annyi kis liba fog kikelni. Hát a városban már nem kell a kis liba, ugye? Tovább. Van, aki azt mondja, hogy bele kell gyúrni egy ilyen kis pipacs szerűséget, vagyis a citruskáját, ahogy mondják, a kenyérbe. De nálunk már kenyeret se sütnek, ugye? Lemarad a babona is egy kicsit. Van, aki hát ilyen fát állít ilyenkor a háza elébe, és a barkával meg szokták verni a lányoknak a hátsóját, hogy férhez menjen. Itt van nektek még egy babona, ugye? Aztán, hogyha tovább olvassa az ember ezeket a dolgokat, van olyan, hogy ilyen szalmabábút csinálnak, virágosságnakkor elkergetik a teret és elégetik a bábút is. És így tovább, és így tovább. Tehát annyi ellentmondó butaságot találnak ki az emberek, hogy az valami szörnyű. És a legtöbb dolog, ami miatt haza kell vinni, az azért, hogy
védve legyek minden gonosztól, minden rossz ellentől, villámtól és betegségtől, még az olba is néha elégetik ezeket, de ugye az egyházban is azt szokták csinálni, hogy ami megmarad, a templomban a varga elégetik, és majd megkerül hallgozó szerván az embernek a homlokát, ugye, hogy emlékeztessék, hogy ember te kor és hamu vagy. Hát ez az úgynevezett etnológiai kutatásoknak az eredménye, ami úgy él, hogy a pap nem is mondja, hogy ezt csinálni kell, mert valóban az az Isten, aki azt a szerencsétlen barkát ugye megalkotta, hát vajon nem tudja megvédeni a tyúkokat, meg a libánkat, vagy a házunkat, vagy minket, hát valami amulettként kell ezeket a dolgokat használni. Deus semper maior, az Isten mindig nagyobb. Tehát az ember elveszi a füle mellett azt, hogy miről is van szó virágvasárnapról. Neki inkább a mágikus eszközökre van szüksége, mert lehet úgy hazamenni, hogy akkor nem kell engedelmeskedni az Istennek, nem kell figyelni rá, nem kell térdet hajtani előtte, és nem kell hálát adni ennek az Istennek, vagy engedelmeskedni neki. Hát kedves testvéreim, a virágvasárnapnak a legfontosabb üzenete az, hogy Jézus Krisztus a világ ura. Ő a királyok királya. Az ő lábai elé fog meghajolni az egész világ. Mennyéjeké, földjéké és föld alatt valóké. Mondja annak a világnak, ahol vannak királyok, akik királykodnak, akik nem mindig úgy királykodnak, ahogy kell, akik elfelejtik, hogy nincs hatalom csak az Istentől. Egyébként, ha kinyitjuk a Bibliának az ószövetségi lapjait, akkor azt mondja az Isten, hogy ne legyen néked idegen Istened én előttem. Én hoztalak ki téged Egyiptom földjéről. Nem Mózes, mert az hiba, hogyha azt mondjuk, hogy Mózes. Nem egy király, hanem az Isten. Ezt úgy hívják a bibliai felfogásban, hogy teokrácia. Szoktuk mi hallani ilyen szókat, hogy demokrácia. Az azt jelenti, hogy a mi hatalma, ugye? És sokszor elhangzik ez az egész dolog, hogy a mi hatalma, ugye? A mai világ is néha királyellenes, amikor az internacionálék megírják, akkor abban benne van, hogy új világot építünk, és nem kell bele se király, ni cár, ni bag, ni karaj. Tehát senki igazából nincs szükség, mert meg lehetünk építeni. Aztán elég sok biotin kellett hozzá, meg a múlt században elég sok biztonsági szer kellett, amely megpróbálta a rendet fenntartani, mert ott, ahol nincs király, ott úgyis előjönnek a kis királyok, és ahol nincs Isten, ott meg bal van. És érdekes, hogy a Bibliában azt olvasjuk, hogy teokráciát akar az Isten. Nem kleptokráciát, ahol a tolvajok uralma van, nem demokráciát, hanem azt mondja, teokráciát, ahol Isten uralom van. Van egy elv, méghozzá az Isten törvényeinek az elve, és van egy uralkodó, maga az Isten. És így ment ez az elején, aztán néha Istentől is elfordultak az emberek, írja a Bírák könyve, nem volt király Izraelben, és mindenki azt csinálta, amit akart. De ennek az azt csinálta, amit akartnak, mindig az lett a vége, hogy bajba kerültek, az ellenség kezébe kerültek. És aztán egyszer eljönnek a zsidó emberek Sámuel prófétához, az utolsó bírához, és azt mondják, hogy hát mi vagyunk mi, nem vagyunk emberek, nekünk is királyra van szükségünk. És elmegy Sámuel, és panaszkodik az Istennek, azt mondja, hát ezek királyt akarnak. És azt mondja neki az Isten, hogy hát nem téged gyűlölnek, mint hogyha rossz bíró volnál, hanem engemet gyűlöltek meg. Amikor királyt akar választani a nép, akkor engemet gyűlöl meg. És aztán kimegy Sámuel, és elmondja az Istennek az üzenetét. Mi az Istennek az üzenete?
Az Istennek az üzenete pedig az lesz, hogy király kell nektek. Hát a király elviszik az adóba a pénzeteket, a királyok elveszik a legszebb lányaikat, szolgálvá teszik, vagy ágyasaikká, elviszik a férfiaitokat a háborúba, elveszik a legszebb földjeiteket, és így tovább uralkodni fognak rajtatok, kisemlíznek titeket, és így tovább, és így tovább. Kérdezi tőlük Sámuel, kell nektek király? És az emberek, a zsidó nép azt mondja, kell. Na hát ezután jön a probléma, mert tényleg a király túlzásba tudnak esni, még bölcs Salamon is, mit csinál? Hát kezdjük Dávidnak, ugye? Dávid, mit csinál? Hát leírja a másiknak a feleségét, és megölj, ugye? A bölcs Salamon mit csinál? 200 felesége lesz, meg 700 áldosa, meg háború lesz, ugye? Körülötte. Meg lesz majd egy hegy, amin a pogányisteneknek lesz egy csomó temploma, és behozza az idegen hitet, az idegen magatartást az izraeli közösség. Aztán ketté szakad az ország, ha nézzük az északi ország részt, ami Samária területén van, ott a Biblia azt mondja, egyetlen egy normális király nem volt, hanem ha nézzük a déli részt, ott is úgy van, hogy néha-néha egy. Mi volt a kritériuma jó királynak? Az volt a kritériuma, hogy tiszteletben tartotta az Istennek a törvényét, és jól élt a nép alatta. A Biblia ezt mondja, tetszik, nem tetszik, hogy a nép elfogyása, szeretett testvére, az egy rossz bizonyítványa királynak. Mindig azon áll a bizonyítványa királynak, hogy hogy él a nép. Az özvegy, az árva, és a jövevény. Hogy él? Miük van? Van-e mindennapi kenyerük? Meg vannak-e becsülve? A jogai védve vannak, vagy nem? És érdekes, hogy odáig jutnak el ezzel a királykodással, hogy egyszer csak megbukik az ország, elkerül egy babiloni fogságba 70 évre, és aztán, amikor visszajönnek, nincs király. Képzeljétek el! 500 évig nincs királyuk, és akkor egyszer csak, mikor a messiási ígéretek elkezdenek beteljesedni, mikor megszületik Jézus Krisztus, mikor beléped a földi világba, eljön az a bizonyos királyvasárnap, és először 500 év óta felhangzik az a régi profécia, felhangzik egy ének a 118. Zsoltárból, Hozsanna a magasságban. Hozsanna, aki jön a Dávid nevében. Vagyis úgy köszönti Jézus, mint egy messiás király. Vagy ott van, örvendez Jeruzsálem leánya, mert jön neked a te királyod, Szamárnától Norogoló. Örvendez Jeruzsálem leánya. Ézsaiás próféta könyvében olvasok ezt a profécia részt. Szamárháton lovagolva, olvasjuk Zakariás próféta könyvében. Mindaz, ami Jézus Krisztussal történik virágosságnak, az beteljesedése annak az ígéretnek, ami előre el volt mondva a messiásról. És érdekes ez a messiás király, mert egy kicsit másképp viszonyul, meg másképp viselkedik, mint az összes eddigi. Ugyanis szeretett testvéreim, nagyon nem standardul viselkedik. Nem egy nagy limuzinba jön be a városba. Nem bíborba jön a városba. Különösen a keleti világban, erre tőlünk keletre, divat az, hogy rázzák a rongyot. Láttam egyszer egy ilyen felvételt, hogy amikor Oroszországban az elnök közlekedik, akkor 100 Mercedes szokott elrobogni egymásukat. Komolyan? Lefilmezte valaki, hogy nem tudott kitalálni, hogy melyben ő. Fő a biztonság, meg a drága autókat elnök. Ugye, drága autókat. Hallottátok, a múlt héten olvastam, hogy hű, nagy szenzáció volt, a First Lady, a miénket, látták, hogy Harkovból kijelte egy vonaton közlekedett.
Vannak ezek az intercity-k, és egy ilyen 550 grilliás jeggyel ment Harkóból kijelve, és ez olyan szenzáció volt, hogy valaki le is filmezte, és rögtön, vagyis lefényképezte, rögtön feltették a szociális hálóhoz, mint csoda. Valami megtudott az erdőbe, nem? Vagy érdekes példa, pozitív példa, ugye? Bár én azért kíváncsi vagyok, hogy kinek futná a nyugdíjasok közül ilyen jegyet. Na jó, nem akarok rossz indulatú lenni. De azért azt is lehet hallani, hogy egy kicsit másképp élnek a királyok. Hát kell, hogy legyen mit aprítani a tehetet, ugye? Hát az egyik Oroszország elnöke a világon az egyik leggazdagabb ember, 100 milliárd dollár a gazdagsága. Nemrégen olvastam, hogy a kolumbiai narkó kartereknek a pénzét mossák valamikor Oroszországban, így gazdagodott meg. Hát azt szokták mondani, hogy az első milliót senki ne kérdezze, hogy kerül a többit, már meg tudja az ember keresni. Egy régi római mondás azt mondja, hogy a nagy gazdagság mögött mindig valamilyen disznóság van. Na de hát beszéljünk magunkról, olvasom. 2014-ben Ukrajna elnöke meg 8-szorozta a gazdagságát. Nektek is meg 8-szorozódott a fizetésetek, nyugdíjatok, gondolom, hogy történt, ugye? Aztán olvasom, hogy a bankrendszernek a vezetője, hát 3 millió volt a jövedelme azelőtt, mielőtt bankrendszer elnöke lett. A múlt évben valami 26,7 millió grinnyát keresett. Úgyhogy szeretett testvéreim, olyan helyzetben vagyunk alatt. Hát ehhez képest Jézus egészen másképpen él, és Jézus tükre lesz a mindenkori hatalomnak. És abban is tükre, hogy ne felejtsék el, hogy nincs hatalom csak Istentől. Jézus ott van Pilátus előtt, és azt mondja Pilátusnak, hogy azért van hatalmat, mert az Isten adott neked hatalmat. Ha nem adott volna, akkor nem lett volna. És érdekes, ahogy leírja a Szentírás, hogy a hatalom az egy mandátum, amit az Isten ad azért, hogy rendet tartsanak ebben a világban azok, akiknél a hatalom van. Ezt úgy mondja a Szentírás, hogy a kard elmélet. A kard jelképe az igazságszolgáltatásnak. Nézd meg, minden jogi ilyen különböző cégnél, vagy a rendőrségnél, vagy a katonaságnál sokszor lehet látni a pajzsot és a kardot. A kardnak két éle van. Megvédem az igazakat, a kicsit, a gyengét, az elesettet, és ez egy nagyon fontos dolog. És mit csinálok? Megbüntetem a gonoszt. Nem arra használom a kardot, hogy a gazdagot, az erőset, a csalót, az oligárkát, és így tovább azt védje. Nem a monopolistákat. A múlt héten megjelent itt nálunk két kedves villanyszerelő ember, és írtak egy, az a neve a papírnak, hogy VMOHA, vagy követelés. Cseréld le az órát, az 50 amperes kapcsolót cseréld ki 10 amperesre. Kíváncsi vagyok, hogy már hány lámpa fog nálunk égni, meg elindul-e az erősítő, meg az orvona, elindul-e, nem? Mert másképp megbüntetünk és lekapcsoljuk 10 napon belül a vívót. Hát ez mi? Ugye el fogok menni holnap, ha az Isten megtart, fogok találkozni a fő gubernátorral itt nálunk, és ugye mindig ilyenkor szokott lenni ilyen, bocsánat a kifejezésért, pofavizit, hogy ki tudják pipálni, hogy találkoztok az egyház képviselőivel, boldog húsvétot kívánnak nekünk, és aláíratnak valami nyilatkozatot, hogy mi békére és együttértésre, és minden jó, és emberek üljetek, és ki ne nyissátok a szájukat. Hát én el fogom mondani hétfőn, hogy mi ez. Mert
Kérem szépen, ezt megcsináltak a gyülekezetekkel, nem csak a miénkkel. A múlt héten minden lelkész telefonált, minden lelkész azt mondta, minden református gyülekezetnél ez volt. Meg fogunk kérdezni a katolikusoktól, meg a pravoszlávoktól is. És meg fogunk kérdezni azt, hogy hát mi van? Hogyha egy kórus baj van, akkor az egyházhoz jön. Hogyha a szeparatistákat be kell költöztetni valahol, akkor hozzánk kell menni. Hogyha valamit adni kell, akkor a mi diakóniánkat pakolják ki. Mit akartok még? Eddig azért imádkoztunk mindig, hogy legyen vége az országban. Nem? Hogy az Isten elhozzász. De hogy vagyunk ezzel? Utána számoltam, ahhoz, hogy utána megkössük a szerződést, kicseréljük az órákat, 3-4 ezer grénya. Ha te magasabb kategóriába akarsz kerülni, akkor olyan 12 ezer grénya. Számold be a 100 gyülekezetet. Mi ez? Szeretetesség. Hol éljük? Elmentsz Magyarországra, ott, hogyha órákat cserélni, akkor hozza magára a cég. Hogyha nem tetszik az egyik szolgáltató, akkor átmentsz egy másikhoz. Mi ez? Itt azt akarják, hogy mindenkit a szemetesbe dobjanak? Erről szól az ilyen. Mert Jézus szeretetesnél lehet, hogy szegény, lehet, hogy szamárkákon jön, de parancsol. Mert azt mondja a tanítványoknak, hogy menjetek el, és kössétek el azt a szamarat. És oda fogják adni a szamarat. Miért? Mert az Úrnak szüksége van rá. És lehet, hogy nem Mercedes-en jön, hanem csak egy szamarat, a békesség jelé, de hol köt ki? A templomban. Akkor nem volt parlament, akkor az akkori társadalmat az egyház irányította, a papok irányították közvetve, és ott is volt disznóság, meg visszaélés. Igen. Az áldozatokat háromszor is pénzért adták el. Igen, megjelent egy milliónyi ember, és hozta az egyházadót, de azt át kellett váltani egyik valutáról a másikra, a pogány pénzről a szent pénzre. Százalékot kellett értekezni, mint ma. Volt egy udvar, ahol imádkozni kellett, de ez nem tetszett a zsidó papoknak, hogy oda pogányok jöjjenek imádkozni, hogy lefoglalták mindenféle állatnak, marháknak, juhoknak, és azokat telepiszkolták a templomnak az udvarát. Akkor nem lehetett bejönni így a templomból, mint most. És Jézus veszi a zostort, soha nem szokott Jézus zostort venni, akkor egyszer lesz. És mit csinál? A hatalmára kiparancsolja a jószágot meg a népetemet, és senki ki se tártja a száját. Ez valami olyan, mint egy bárján, nem? Nem? Itt Jézus nem volt valami szívbajos, hanem hogyha a templomról volt szó, az Istenről volt szó, az igazságról volt szó, akkor Jézus odaállt és megvédte az övét. És szeretett testvéreim, lehet, hogy utána megfeszítik Jézust, csak azért, mert Jézus belemegy. Csak azért, mert Jézus odaadja az ő életét a bűnösökért. Mert akkor ő kerül abba a pozícióba, hogy neki hallani kell a Pilátus bíróság előtt. Mert a bűnt nem lehet védeni. A bűn az bűn. Nem védi a többieknek a bűnöt, hanem hallani Pilátus előtt. Rászolgáltam, a többiekért fizetni kell. De szeretetesnének fel fog támadni. Találkozni fog a tanítványokkal, és azt fogja mondani, nekem adatot minden hatalom menjen is tőlem. Az én kezemben van minden. Szeretetesnének leletlezi a mai világot is. Hogy van? Felvitték az árát mindennek? Kérdezi tőlem az egyik szlovákiai parlamenti képviselő, mi van itt nálatok? Miért ment fel úgy az ára mindenek? Aztán elmondtam neki, hogy tudod, felvitték a pénznek az árát, a valutának, betették az emberek a pénzt a spekulánsok grilljába, a bankba, kimentek Szlovákiába,
A Nemzeti Bank egy szinten tartotta a pénzt, máshol már elszabadult a pokol, kivette Európa, visszajött, megint beváltotta, megint betette a bankba, megint kiment, megint kivette a pénzt, és ezen óriási pénzeket nyert. Na de te nem tudtad ezt. Ezt tudta a Zolinárka, tudta, akinek pénze van, hát kinyomták az összes pénzt milliárdokban. Felnyomták a pénz árát, és ott maradt. És szeretetes élni, miről van szó? Hát az Isteni az ítélet. Vigyázz, azért van karra kezedben, mondja a hatalmasoknak, hogy megvédj a gyerekét, és megvédj a hamisat. Ne támogasd, ne védjed. Akar itt valaki változást ebben az országban? Ki akar? Akar az, aki a Dájnál dolgozik és eddig pénzt gyűjtött? Akar, aki az adóhivatalban dolgozott és megfejte a törvényeket és pénzt kapott, vagy bármilyen hivatalban? Nem akar. Ő így kereste a pénzét. De az egyszerű őzvegy állva, meg kicsi az ott van. Az Isten valami dolgoznak, szeretetes lények. Valami volt el, keltemette a gyerekét. Ott kaptál az Isten, ahol legjobban fáj, nem? Akkor nem figyelt, amikor az édesanyót sírta a téren, és mondta, hogy az egyetlen egy fiamat megölték, elveszítettem, de az Isten az nézi a dolgokat. Szeretetes lények, csak egy hatalom van. Nekem adott minden hatalom menjen is földön. Énekeltük, hogy a kezében van a pálca, vas vesszővel irány. Milyen jó, hogy az Isten most még azt mondja, hogy én szamárháton jövök. Miért nem lóva? A ló a háborúnak a jelképe. Az ítéletnek a jelképe. Jézus szamárháton jövök. Én megvédeni akarok. Én a bűnösnek bocsánatot akarok adni. Legyél olyan kedves, és változtasd meg a te életedet. És lehet, hogy be lehet fogni a száját Jézusnak, azt mondják a farizeusok, fogasd be a száját ezeknek az embereknek. Hallgassanak el! Ne mondjak, hogy imádkozzok, vagyis, hogy hozsannázzanak. Mit fognak a rómaiak mondani? Itt baj van. Jézus azt mondja, kedveseim, ha ezek elhallgatnak, a követ fognak kiabálni. Lehet, hogy holnap megfenyegetnek, és azt mondják, hogy tiszteletes, te ne beszélgess az igazságtalanságról. De attól te meg érezni fogod. Miért? Mert az Isten ítéje olyan hatalom, ami ott van a szívemben. Azt nem lehet elhallgattatni. Az megmarad. És szeretett testvéreim, Jézus erről szól. Vajon ott van-e ez a mai embereknek a gondolatvilágában? Nem régen olvastam egy ilyen összehasonlítást, hogy gondolkozik az ember nyugaton, és hogy gondolkozik az ember keleten. Keleten, ha valaki már nagyságot, akkor valahogy olyan rabszolga emberek lettünk, hogy behajoljuk teljesen talpnyalástól. Jaj, a nagyságotól félni kell. Persze, ott van a kezében a hatalom. Mert ő mindent megtehet. Tudjátok, hogy miért különbözött mi reformátusok más vallásoktól? Hát azért különbözünk, mert mi még mindig a Bibliához visszatérve azt mondjuk, hogy teokrácia van. Vagyis Isten önállam van. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet miniszter egy országban. Mit jelent az a szó, hogy miniszter? Akik szoktak járni, azok tudják, hogy a minisztráns szó is onnan van. Ezt jelenti szolga. Nem azt jelenti, hogy uralkodó. Nem azt jelenti, hogy szabadon lopok, csalok, ölök, pusztítok és mindent megtehetek a másikon. Nem. Azt jelenti, hogy mindenkinek a szolgálat vagyok. Jézus a legnagyobb szolgáló. Ő mindenkinek odaállt a keresztre. Ő ilyen kínálott. Szeretett testvéreim, erre tanít bennünket az Isten ebben a világban, ebben a társadalomban. Ne akarjunk uralkodni a másikon. Svájcban nincsen király. Miért? Mert szeretett testvéreim, még a presbitériumot is úgy választották, hogy ti az Isten szolgái vagytok, és úgy irányítsátok a társadalmat, hogy az jó legyen. Érdekes, hogy
Svájcban, a református városokban a presbitérium, a konzisztórium volt a városi tanácsnak a része. Reformátusok nem azt mondták, hogy bebújunk, mint egy szekta, és nem szólalunk meg a társadalomhoz, csináljon a vezetőség, amit akar. Nem. Hanem azt mondták, hogy Isten a király. A hitvalló egyház oda tudott szólni, még szeretett testvéreim, Hitlernek is. Igaz, hogy nagyon sokat elpusztítottak közül, de azt mondták, hogy az emberi méltóság, emberi méltóság. Az Isten igéje, Isten igéje. És ez igaz, ne gondolod, hogy csak a királynak szól, ez igaz, neked is, aki egyszerű polgárnak, aki károkodott, aki lopok, aki szemetelek, aki tönkreteszem a körülöttem lévő környezetemet, ez nekem is szól. Szeretem testvéreim, hogy élem meg az ő napjaimat. És a legnagyobb probléma talán a keleti társadalommal az a kétfejű sas. Nem az oroszokra gondolok. Arra a hozzáállásra a vallás kérdéséhez, ami egyébként bizantinizmus. Bizancból jön. Ott használják először ezt a kétfejű sas jelképet, amikor azt mondják, hogy a társadalom az a világi hatalom, kezében van, és az egyházi hatalom, azért kétfejű sas. Az egész történelem erről szól. Mondom, kinek a kezében legyen a társadalom? A világiaknak a kezében? Akik nagyon szívesen megpróbálták megtenni azt, hogy még az egyházi tisztségeket is ők akarták árusítani. Európában volt egy ilyen harc. Úgy hívták, hogy investitúra harc. A királyok azon gazdagodtak, hogy kifizetett többet egy egyházi tisztségre, és nem akarták kiengedni a kezükből, mert ez jövedelem volt. Még az egyházi tizedet is szívesen lenyúlták, meg lenyúlták a kolostorokat. A Szovjet Unióban nem ez történt, hogy még a templomokat is bírálni kellett, meg mindent elvettek, és még mindig nem adták vissza. Nem erről van szó ma, amikor ilyen rövid kórházon akarják tartani az egyházat, hogy majd a világ uralja. Nem ez van keleten, szeretett testvéreim, hogy kus az egyházat és az egyházi vezetőnek, de nem is az egyházi vezetőnek, hanem az Istennek. Ugye a régi rendszer, mi a Nuzsennám nyit szár, nyit bal, nyit korolj. Majd mi uralkodunk, aztán majd építünk valamit, és mindenki rabszolga lesz. Ha valaki odaül az Isten helyére, akkor elkezd uralkodni egymáson. Mindenki Isten akar lenni, elkezdik letaszítgatni egymást a trónustól. Az ember meg embertelen lesz, olyan lesz, mint az állat. Egymásnak a farkasa lesz, elpusztítja a másikat. Nem erről beszéltek reformátor ősei. Arról beszéltek, hogy ember emlékezzél, hogy Isten alatt jársz minden napjaiban. Nem kell ezt úgy felfogni, szeretett testvérem, hogy a tiszteletes ígézzél bennünket. Nem. Ez igaz. Az Isten ügyéje megáll. Nem kell neked bizonyítani az Istennek az akaratát. Ha rosszul cselekszel, amit vet az ember, azt fogja hallani. Mire hív bennünket a világosság? Arra hív bennünket, szeretett testvérem, hogy tisztítsuk meg a mi szívünket. Arra hív, hogy halljuk meg az ő akaratát. Arra hív, hogy nyissuk ki a mi gondolatainkat, a mi életünket, az Isten törvényei előtt, mert azok működnek. Mert működnek az Isten áldása, mert jó az Isten népének lenni. Az Isten ezt várja el. Olyan érdekes a Bölcs Salamon gyűjteményében, a Példabeszédek könyvében, van egy ilyen a 31. részben. Anyai jó tanácsok a király számára. Hallgassuk csak meg! Lámuel mászai király beszéde, amelyre anyja tanította. Mit mondjak, fiam, méhemnek gyermeke, akiért fogadalmat tette? Ne veszteges erőben nőkre, ne járj azokhoz, akik királyokat rontanak meg. Hú, de nem mondta, nem? Salamon királynak volt 200 feleségem, egy csomó áldozat.
arra költötte a birodalomnak a pénzét. Sorolhatnám most egy csomó miniszternek, államfőt, akinek szeretetesére van egy felesége, meg egy felesége. Nem? És nem tudja meg. És mindenkit is csinál. Micsoda idő és micsoda erkölcs. Folytatjuk tovább. Lemuel nem élik a királyukhoz a borítás. Nem élik a királyukhoz sem a fejedelmekhez a szeszes ital kívánása. Hú, józanságra nem lennem az akarat. Néha lerejszom magamat, ugye mondja a mondta. Ha valaki bölcsen akarja irányítani a saját otthonát, a saját házát, a saját népét, itt kezdődik. És szeretetesnének olyan érdekes dolog, amikor azt hallom, hogy most már Oroszországban nem akarták elfogadni, hogy 21 éves kortól szabad legyen vodkát inni, hanem meghagyták a régi szokást. Így jól a nép. Butuljon a nép. Legalább nem kell ezt figyelni dolgokra. Ez egy érdekes dolog. Azt mondja a 8. vers, nyisd meg számot a némányért, a mulandó emberek ügyéért. Nyisd meg számot, ítélkezz igazságosan. Ítéld meg a nyomorultnak és a szegénynek a jogát. Hol kezdődik a jó királyság? Vagy a jó uralkodás? A legkisebb embernek is védj meg a jogát. Nem úgy, hogy amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisöpörnek. Ameddig nem jutunk el odáig, hogy szeretetesvéreim erre törekedni fognak ebben az országban, amíg úgy a messze állunk. Addig ítélet alatt állunk. Addig ne csodálkozunk, hogyha elfogy a kenyerünk, az ételünk, az italunk. A keresztényeknek magával kell elkezdeni az életet. Jézus is azt mondja, az ítélet az Isten egyházán kezdődik el. Nem a templomban, mert először. Ott csinált rendet. Mi van a mi életünkben, szeretetes véreim? A világosságoknak legfontosabb mozzanat az, hogy emlékezzünk, hogy Jézus ennek a világnak az Ura. Akár tudomást teszünk róla, akár bedugunk a fejünket a homokba, és azt mondjuk, hogy nem akarok róla tudni. Minden Isten kezében van. De ez nem csak azt jelenti, hogy féljetek, rettegjetek. Persze azt is jelenti, mert azt olvassuk, hogy Jézus majd eljön ítélni eleveneket és holtakat. Már nem szanál hátul fog jönni, hanem feljön lovon. És szeretett testvéreim, nála lesz a kard. Olyan érdekes jelképet használ a jelenések könyve. Úgy jelenik meg, hogy a szájából egy kard jön ki, már meséltem a kardról, ugye? És ez a kard, ez az ige. Az Isten parancsolata szerint való élet, az azt mondja, hogy szeretetes legyen védelmet nyerni. Ha ellenkezünk, ítéletre kerülünk, mondja a Szentírás. Ezt a Jézus már nem lehet ezt megfeszíteni. Nem lehet ezt megújulni. Nem lehet ezt fejében mondani a tövis koszorút, meg megbírítsálni. Ez a Jézus maga fog ítélni. Na de mi a vigasztalásunk nekünk? Azzal a kártyunkban megírva, hogy mi keresztények vagyunk. Hogy Krisztussal együtt élhessünk, hogy Krisztussal együtt uralkodhassunk majd az ő országában is, és már a földi világban harcoljunk minden gonoszság ellen, minden sátáni ellen. Ezt úgy hívják, hogy a keresztény ember ökonómiája, vagyis miért is vagy te ezen a földön? Azért, hogy magaddal kezd el, és folytasd. Ha valaki melletted káromkodik, akkor mondja neki, hogy igen csúnya dolog, ítéletes dolog. Ha valaki melletted lop, akkor mondjad, hogy az Isten szeme mindent lát. Ha valaki melletted bestelenül cselekszik, figyelmeztesd, hogy még van kegyelmi idő. Jézus megfizetett a bűnökért. Lehet hozzájönni, lehet bocsánatot nyerni, lehet megjavítani a mi életünket. És mit jelent még a keresztény ökonómia? Azt jelenti, hogy nem csak együtt uralkodunk a Krisztussal, hanem
a legnagyobb tulajdona vagyunk. És nekünk, ma keresztényeknek, akik virágosságokat ünnepünk, ezekben a nagyon nehéz időkben, a legnagyobb igazgatásunk abban van, hogyha mi hozonnázunk, ha mi bízunk benne, hogy mi vagyunk az Istennek a legdrágább kincse. Mi vagyunk az ő szemefénye. Egyetlen egy pillantás a Bibliában. Amikor Saulus megy Damaszkuszba, hogy gyiltsa a keresztényeket, Krisztus megállítja az úton. És azt mondja, miért kergetsz engem? Nagyokat pislogtatott ott ez a Saulus, aki majd Paulus lesz, vagyis Pál apostol, hogy hát én nem is ismerlek téged, Jézus, hát én nem bántalak téged. És Jézus meg azt mondja, engem kergetsz. Igen, jelképes az igének a szava, amikor azt mondja, hogy a Krisztus az egyház feje, és a test pedig az egyház. Ugye? És mi az ő testének vagyunk a tagjai. Aki minket bánt, az Krisztust bántja. Aki minket az övé hátratételekben részesít, szenvedni kényszerít, szeretett testvéreim, az magát az Isten bántja. Kellene nekünk ez a védelem. Az Isten igényezte ezt a védelmet. Nem úgy csinál, mint a populáris királyok, akik azt mondják, kenyeret is adok neked, meg nagy hódító is leszek, meg én leszek a legnagyobb. Jézus nem ezt csinálja. Jézus alázatosan szeliden jön, de szeretett testvérek, győztesed minden győztesnél. Az ő uralma megmarad minden időben. Ő a mi vigasztalunk. Legyen ebben a nehéz időben a ti vigasztalatok is. És lehet, hogy mi nem tudunk jót állni, sokszor saját jóvalunkért. Évek és napok telnek el, úgyhogy várjuk a szebb napokat, a jobb időket. De valaki ott áll a mi védelmünkön. Valaki mindent lát. Valaki kezében a hatalom, és ő megítéli ezt a világot. Meg fogja büntetni az ellenséget, de vigasztalást ad az övének. Ezért jövünk mi össze, hogy erre emlékezzünk, hogy szeretett testvéreink, nekünk erős Istenünk van. Volt, amikor Szamáráton jött be, Jeruzsálembe, de most ott ül az Atya Istennek jobbján. Ott esemezik érettünk az ő imádságaiban. És velünk van minden nap a világ végezetéig. Keressük az Istent, amíg megtalálható. És aki benne bízik, az naponta megtapasztalja az ő irgalmát, az ő védelmét. Legyen mindnyájunk őrizét pásztora. Így adjon az Isten békés áldót, virágosságnak ünnepet. Amen. Mennyi édesatnánk, kegyelmes Istenünk, köszönjük neked a te vigasztaló szavadat. Köszönjük, hogy a te trónusod megáll minden időben is, nem fog megérni, mint ahogy a földi királyi trónusa. Köszönjük, hogy Urunk, ha te vagy a mi királyunk, mi a te országodnak lehetünk drága polgárai. És Urunk, ezt a polgárságot, ha nekünk adod, az arról szól, hogy mi polgártársai vagyunk a szenteknek és az angyaloknak, Urunk, drága dicsőségét nekünk is tudod adni. Urunk, míg földi utunkat járunk, míg Urunk, küzdködünk ebben a világban, erősíts meg bennünket. Adjad, Urunk, hogy amikor talán csak az imádság marad nekünk, legyen ez a leghatékonyabb fegyelmünk. Urunk, adjad a szívünkbe az engedelmességet. Ne arra tekintsünk, mit csinál a világ. Nem annak az ördögi lázadására, nem annak az ördögi hadakozására, hanem emlékeztes bennünket, Urunk, hogy az Isten nem karddal győz, hanem az ő erejével, ha szeretet legyőz mindent. Urunk, köszönjük ezt a szeretetet, amivel kerestél bennünket, adja mi szívünkben is békességet, és Urunk, táplálja hozzánk illő kenyérrel, úgy, ahogy Salamont tanítottad, aki így tudott imádkozni, hogy Uram, ne adj nekem se túl nagy gazdagságot,
hogy fel ne fúvalkodjak, és meg ne utáljalak téged. Se nagy szegénységet, hogy lopnom kelljen, hanem táplálj engem a hozzám ülő kenyérrel. Urunk, mi sem akarunk se nagy hatalmat, se, Urunk, büszkeséget a mi szívünkbe, de Urunk, bújj meg bennünket attól, hogy elfogjon a kenyerünk. Táplálj bennünket a hozzám ülő kenyérrel. Urunk, mi szeretnénk a te dicsőségedre imádkozva és dolgozva élni. Mi szeretnénk, Urunk, hogy változzanak körülöttünk a dolgok. Adjad, hogy szívünkből úgy áradjon ki a becsületesség, a tisztesség, a szeretet, a józanság, a példamutató élet, hogy a világ körülöttünk változzon. Könyörgünk, Urunk, hallgass meg minket, erősíts meg ebben, és áld meg ezt a népet, kicsinyeket és nagyokat. Könyörgünk, Urunk, így áld meg az ünneplésünket, így írd le így velünk, Urunk, minden napon a világ végezetén. Ámen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadítsd meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, irgalma, kegyelme, gazdagon áradjon ki mindnyájunkra. Amen. Helyeteket elfoglalva, kedves testvéreim, hirdetem a ránk következő hét, az nagy hét, bűnbánati hetet tartó tehát. Hirdetem, hogy a konfirmációs foglalkozás kedden a megszokott rendszerint 4 órakor kezdődik. Szerdán reggel tartunk Isten tiszteletet, 8 órakor. Hirdetem, csütörtökön, nagy csütörtök Isten tiszteletet tartunk, az ifjúsággal együtt 5 órakor kezdődik az alkalom, szeretettel hívogatok mindenkit. Hirdetem a nagy pénteki alkalmat, mivel sokan dolgoznak, ezért már gyakorlatunk szerint délután 4 órakor kezdődik az ünnepi istentiszteletünk. Szeretettel hívogatok mindenkit, és emlékeztetem az énekpart, hogy utána lesz próbája. Valamint emlékeztetem az énekpart, hogy az istentisztelet után is próbája lesz ma. Hirdetem, hogy kedves testvéreim, szombaton a gyerekeknek tartunk próbát, 2 órakor délután várunk szeretettel őket, és az ünnepi istentisztelet húsvét első napján és második napján a megszokott rendszerint 10 óra 30 perckor kezdődik magyar idő szerint. Húsvét első napján az Úrnak asztalai számukra megterítetik, szeretettel várom mindenkit, és hívok mindenkit erre az alkalomra. Gyertek, ünnepeljük, hogy nyerjen a szívünk áldást és békét a mi Istenünktől, és a húsvét öröme a miénk is legyen. Szeretett testvéreim, hirdetem az adakozást az ige szavaival. Hirdetem, hogy március 29-én az ukrán gyülekezet perségkénze 342 millió. A magyar gyülekezet perségkénze 703 millió, 200 forint és 5 euró volt a múlt vasárnap. Az egyházmegadó járulékot fizették testvéreim, kettestvéreim 120-at, 1-60-at, 1-100-at, 1-110-et és 5 testvéreim 105 milliójával. Isten dicsőségére! 3 testvéreim 100-100 milliójával, 1 testvéreim 300 milliójával adományozott, 1 testvéreim pedig 10 eurót. Szeretteire emlékezve adatoztak testvéreim, 1 testvéreim 20 milliójával, egy testvérünk 50 millióan. Köszönettel veszük az adakozást, az Úr legyen mindnyájunk őriző pásztora. Hirdetem továbbá, kedves testvéreim, hogy a nagy héten szoktunk mindig tartani egy,
egy kis nagy takarítást, egy kis nagy takarítást a gyülekezetben. Hirdetem, hogy kedden reggel 9 órától szeretnénk hirdetni ezt a nagy takarítást, aki rá tudja szállni az idejét és el tud jönni erre az alkalomra, szeretettel vesszük. További áldott ünnepet kívánok mindjártoknak, adjon az ünnepet türelmet ezen a héten, megbékélést egymással, imádságot a szívben, hogy adjon az ünnepet valóban áldott ünnepre, és végezetül szeretetesére hímoszok elégetések után záró életként a 459-es dicséretüket énekeljük. A 459-es dicséretüket énekeljük, amely úgy kezdődik áldó hatalmak oltalmába rendben.